Na, igen, ügyesek vagytok. Te meg gyere ide. Összesen 16 gólt szerzett az Európa-bajnokságon, köztük egy egész pályásat Dánia ellen. A Ferencváros 24 éves kézilabdázója Nagy Bence letette a névjegyét az EB-n, egy ország ismerte meg a nevét. Kutyasétáltatás közben beszélgettünk az átlövővel a tornáról, a pályafutásáról, illetve arról is, mit csinál, ha éppen nem a pályán lövi a bombagólokat. Nem véletlen, hogy ezt a padot választottam ki itt, ugyanis felolvasnék neked egy kommentet. Nem tudom, mennyire olvasgattál ilyeneket, az EBR-ről tudtad közben és után, de szerintem ez tetszeni fog. Ezt egy szurkoló írta, hogy nekem szinte teljesen ismeretlenül, magabiztosan, önbizalommal, vagányul, ötletesen, vállalkozva, felszabadultan játszott, magyarul jól, ráadásul megnyugtató volt, hogy mindezt mosolyogva tette. Hasonló üzenetek érkeztek el hozzád? Azt gondolom, hogy igen, és tényleg ez nekünk egy fontos szempont volt, hogy kisugárzásba ezt mutassuk, és ezt is érezzük, hogy mi tényleg élvezzük azt, amit csinálunk, és ezt az edzők is nap mint nap hangsúlyozták nekünk, hogy mi azért vagyunk most itt, hogy mindent megtegyünk, és hogy mindezt élvezettel tegyük, hogy mutassuk azt, hogy szeretjük ezt, és azért csináljuk. Biztos, akik az NB1-et rendszeresen követik, és mondjuk nagyon sok mérkőzést néznek, és mondjuk a Fradi meccsről is járnak, azok tisztában voltak Nagy Bence képességével, meg hát mi is olvastuk, hogy Szeged 12 gól, Veszprémnek 8 gól, viszont a válogatottnál te nem voltál annyira képbe, talán mindenkit meglepett, hogy a csehek ellen te irányítottad a csapatot a másik fél időben. Megértem azokat, akik először így kicsit kérdőjellel néztek, mert tényleg úgymond most robbantam be így ebbe a nagyobb kézilabda világba. Előtte ugye itt az NB1-be próbáltam csinálni a dolgomat, aztán hát nagyon örültem neki, és igazándiból tényleg ez az egész, ez most nekem egy kicsit ilyen álomszerű volt. Nagyon sokan úgy jellemeztek, hogy a városi vagány, és egy kézilabdás podcastben nekem kicsit meglepetésként élt, hogy azt mondták róla, hogy renitens vagy öntörvényű, hogy így könyveltek el a kézilabda világban. Ez tényleg igaz? Hát valamilyen szinten azért ez benne van, meg tényleg ilyen csibészes vagyok, és ezt szeretném a pályára is kivinni. Azt gondolom, hogy ez többé-kevésbé sikerül is, de azért megmondom őszintén, hogy most kicsit én magamat is megleptem ezzel, hogy ilyen tényleg ilyen bátran és felszabadultan tudtam játszani. Titeket is meglepett, hogy mire vagytok képesek? Azt gondolom, hogy meglepett, de mi azért valamilyen szinten számítottunk rá, tehát nem úgy mentünk ki, hogy mi itt majd feltett kézzel, meg nagyon komolyan felkészültünk minden egyes ellenfélből. Azt gondolom, hogy tényleg azért pozitív volt ez nekünk is nagyon, de tényleg azért mentünk ki mi, hogy elsősorban most tapasztalatot szerezzünk. Ugye itt fontos kulcsjátékosok, az eddigi válogatottból kulcsjátékosok estek ki, és azt gondolom, hogy ezáltal is kicsit azért úgy mentünk ki mi is, hogy megdöbbenve, és hogy na most akkor mi lesz, meg hogy lesz, de hál' Istennek ezt nagyon jól tudtuk kezelni, és tényleg itt a szakmai stáb olyan felkészülten tudott beleérkezni a mérkőzésekbe, hogy átragadt ez mindenkire. Ti hozzátok mennyire jutott ez oda a Svédországba ki, hogy itthon kézilabdalázat robbantottatok ki? Eljutott hozzánk, és tényleg nagyon, nagyon jó érzés volt az, hogy egy egész ország mögöttünk állt, és minket támogatott. Én leginkább ezt ahhoz tudom hasonlítani, amikor én szurkolóként ugye a legutolsó világversenyre, amikor a labdarúgó válogatott kijutott, akkor milyen láz volt itt az egész országban, ugye akkor én azt innen éltem át, és felemelő érzés volt akkor is, így meg, hogy tényleg, hogy téged támogatnak ezzel az egésszel, így azt gondolom, hogy még pozitívabb volt, és még nagyobb élmény volt ez az egész. Ugye neked is van labdarúgó múltad, ha jól tudom, akkor a Vasasban. Igen. Igen, én ugye először a Vasasban elkezdtem labdarúgással foglalkozni, ott aztán azt hamar be is fejeztem, és akkor átmentem az elektromos sportpályára, ahol ugye akkor még ez a Dudi Suli nevezetű dolog volt, ahol ugye háromféle sportot csináltunk egyszerre, és akkor minden nap másféle edzés volt, ugye akkor vízilabda, kézilabda és labdarúgás volt, aztán ugye akkor én első évben elhagytam a vízilabdát, és akkor a végén, amikor egyet kellett választani, akkor már labdarúgást is elhagytam, és akkor így maradt meg nekem a kézilabda. Sok társad azt az utat választja, hogy külföldre igazol, te, hogyha úgy alakul, elgondolkodsz abba, hogyha fejlődésed úgy kívánja? Elgondolkozásképpen mindenképpen, egyelőre még én úgy tudom, de ugye ez a menedzseremhez futnak be ezek a kérdések, egyelőre még nem tudok ilyenről, de nem zárkózom el tőle, viszont én nagyon jól érzem most magamat itt, és ezt ugye eddig is hangoztattam, és én nem vagyok úgy most, hogy mindenképpen menni szeretnék, nyilván nekem most egy fontos szempont lenne az, hogy valahogy nemzetközi tudjak játszani, ezért is nagyon remélem, hogy sikerül majd nekünk itt kiharcolni, és akkor pedig ez még egy indok amellett, hogy itt maradjak. Szerinted
ennek a stábnak mi volt a titka, mert azért nyilván nekik is jelentős szerepük volt ebben, hogy így szerepeltetek. Természetesen. Én azt gondolom, hogy igazándiból tényleg az a nyugodtság és az a jókedv, amit ők sugároztak felénk állandóan, az volt az, ami úgy mindenkire kiragadt, és tényleg mindenki átérezte azt, hogy neki most itt csak ezzel kell foglalkoznia, és tényleg az, hogy itt élvezetből kell csinálni az egészet, mert hál' Istennek mi egy olyan helyzetben vagyunk, hogy nekünk az a munkánk, ami az igazándiból az egyik leginkább fontos tényező az életünkben, amit legjobban szeretünk csinálni. Ha mondjuk van olyan pillanat, amit így magadban mindig felidézel újra és újra, akkor melyik az? Nekem leginkább az a pillanat, amikor az egész pályást eldobtam, mert akkor volt az, amikor tényleg így magamon is éreztem azt, hogy átszakadt az a gát, hogy tényleg itt annyira bátor játékot tudok hozni, hogy nem gondolkozok azon, hogy most fú, ez most szabad, nem szabad, ez most jó ötlet, nem jó ötlet, hanem így tényleg azt gondoltam, hogy igen, én erre képes vagyok, úgyhogy miért ne csinálnám. És megmondom őszintén, akkor egy 2-3 másodpercre nekem meg is állt a lélegzetem, és így döbbenve vártam, hogy na, akkor ez most bemegy, vagy nem, és amikor bement, akkor egy olyan gát átszakadt bennem, hogy azt gondolom, hogy ez onnantól kiragadt az összes mérkőzésre. Az egyébként, hogy egyedül képviselheted a Ferencvárost, az mekkora jelentősége bírt számodra, mert most hát csak gyorsan végig gondolom itt a legnépszerűbb csapatsportágainkat, futball, női, kézi, vízilabda, ugye azért tele van Fradistával, a legnépszerűbb klubjátékosaival, itt viszont te voltál az egyetlen, aki őket képviselte. Azt gondolom, hogy ez egy plusz motiváció is volt, illetve szerettem volna bebizonyítani azt, hogy tényleg igenis itt nagyon komoly munka folyik a Ferencvárosban, remélhetőleg majd sikerül a többieknek is ezt kiharcolni. Én nekem igazándiból ez nem azt mondom, hogy egy pluszt adott, hogy egyedül voltam, mert nagyon örültem volna, hogyha mások is velem tartanak, de abból a szempontból viszont tényleg pluszt adott, hogy bebizonyítsam azt, hogy igen, innen a Ferencvárosból is lehet oda kerülni, és jól játszani is lehet innen is ott. Kézilabda, kutyasétáltatás, mi fér még bele, ami az életedbe olyan, ami pihentet, amit mondjuk hobbinak mondhatunk, mi tölti még ki a mindennapjaidat? Én nagyon sportszerető embernek tartom magamat, és ezt tényleg igazániból mindenevő vagyok a sportterén, úgyhogy én nagyon sok meccset is szeretek megnézni, mind a kézilabdában, mind a labdarúgásban, mint a vízilabda, igazániból tényleg tenisztől elkezdve mindenféle sportot megnézek. Egyedül az ilyen amerikai sportok azok, amik nekem így egy kicsit kimaradnak, mert ugye nyilván azért a pihenéshez az is hozzá tartozik, hogy nem fogok fent maradni hajnali 3-ig, hogy megnézzek egy mérkőzést, de hogyha mondjuk bekapcsolom a tévét és pont azt adják ismétlésből, akkor igazándiból azokat is szoktam követni. És akkor fradistaként fradi meccsekre ki is jársz esetleg néha, ha időd engedi? Volt már ilyenre példa, de fradistaként, vasas szurkolóként inkább odahúz egy kicsit a szívem, hogyha ha így van szabad időm, akkor oda szoktam legtöbbet kijárni, bár ugye könnyebb is azt megoldanom, mivel hogy ugye ott másodosztályú a csapat, ezért ők vasárnap játsszák a mérkőzéseket, ugye nekünk általában szombaton van, úgyhogy így abból a szempontból is nehezebb ide megoldani.